egyetlen Tolna megyei, sőt, Dél-Dunántúli képviselője is, a tolnai férfi futzálcsapat, a sportág harmadik vonalának is nevezhető budapesti nagy regionális bajnokságban. Az önmel tolnai, illetve környékbeli nagypályásokból verbuválódó futzál szimpatizánsok, jelen esetben a kék-feketék, alig várták már, hogy folytatódjon az idény az NB3-nak is nevezhető futzál bajnokságra, amire még néhány napot várni kell. Ám a pénzügyőr ellen elmaradt meccset már a napokban lejátszották, a játék képe alapján is gyorsan kiderülhetett, a tolnaiak lehetnek és vannak is előrébb a táblázaton. Mivel hogy már az első percektől nyomtak, domináltak, sőt letámadtak is, a gólveszélyesnek nevezhető jelenetek inkább a pénzügyőr kapuja előtt zajlódtak. Igaz, a fővárosi fehérek remekül oldották meg egy jó ideig a hatosuk előtti védekezést. Az utolsó két percben azonban kétszer is kapituláltak, remekül védő kapusuknak sem sikerült megakadályozni a tolnai gólokat, ami az utolsó két percben esett, ami Szőcs Richárd edzőre, csapatvezetőre is felettébb nyugtatólag hatott. Még a mérkőzés előtt azonban a férfi futzál Dél-Dunántúli Tolna megyei nagyköveti szerepéről is kérdeztük a csapatfőnököt. Most már egy jó ideje így van, hogy itt a kevés megyei csapat, és mondhatnám, hogy Dél-Dunántúli csapat kis hián mi vagyunk egyedül, és mi próbáljuk képviselni ezt a sportágat, amit mi nagyon szeretünk, és sajnos még mindig csak második számú a futball mellett. Szeretnénk, hogy ez előrébb letölne, és ez mind egy kis család, mi úgy üzemeltetjük. Ketten-hárman vagyunk benne már régebb óta, és hogyha ez mi nem lennénk, akkor ez már rég nem működne. Meggyőződéssel vallják, a futzál bőven megfér a nagypályás foci mellett, legalábbis Tolnán. Itt nincsen semmiféle ellentét, nem is szeretnénk, sőt, igazándiból nekünk az lenne az ideális, hogy mind a két helyen játszanak, és a nagypályás csapatok is elég fogadják azt, hogy a futszál az egy jó előnevelő dolog, és amit itt megtanulnak, azt tudják kamatoztatni nagypályán is. Szóval egyáltalán nincs ellentét, minden játékosunk játszik nagypályán, egy kivétel nélkül. Egy új arcot fedezhettünk fel ezen az éles meccsen a tolnai csapatban. A klub nem kis örömére a vírushelyzet miatt visszaigazolt az NB1-es Aramisztól a Tolnáról induló Hankovszky Dániel, aki felsőfokú tanulmányokat folytat a fővárosban, és most éppen online itthon tanul. Ez neki a futzál szempontjából így volt a legjobb. Nagyon jó a társaság, itt régen én innen indultam, napi kapcsolatban álltam a többiekkel nagypályán csapattársaim, gyakorlatilag egytől egyig. Úgyhogy ezért is volt az, hogy a kollégiumból, ahogy kikerültem, távoktatás miatt hazakényszerültem, így ez volt az észszerű döntés, mert feljárkálni az nem túl célszerű. Nekem az első két évem az itt volt, ugye NB2-ben, nagyon jó kis bajnokság volt, nagyon jó meccseket játszottunk, és úgy gondolom, hogy helytállt a csapat, azt hiszem az ötödik hely volt a legjobb, úgyhogy csak pozitív. Az élvonalbeli Aramisznál is szerepelt Hankovszky nagy erősítésnek számít. Játéktudásban és fejben is, ő azért egy érett játékosnak számít itt a mi köreinkben, még ahhoz képest is csak 21 éves, de azért más az, mikor NB1-es képzést kapsz heti 4-szer futszára, és mellette még nagypázó, és van heti 7-8 edzésed, úgyhogy más szintet képvisel kicsit. Annyi, hogy látszik rajta, hogy most nem kimaradt a játékból, ugye itt a vírus miatt, meg minden miatt nem edzett, meg kimaradt a mérkőzésekből. Mérkőzés hiánya van, de ezt próbáljuk pótolni, úgyhogy remélem szerint minden rendben lesz. Harmadik helyen áll egyébként a csapat, ha minden klappol, azt mondja a klubvezető, akár a bajnokság is megnyerhető. Itt nüanszokon múlik ebben a kispályán a dolog. Az előző mérkőzést 2 másodperc alatt vesztettük el szinte, úgyhogy vannak jó csapatok, úgy gondolom, akik egy szinten vagyunk. Akik most előttünk vannak, az a Kelen és az R-Energy csapata. Mind a kettő nagy múlttal rendelkezik, és mind a kettő azért van ebbe az osztályban, mert nincs anyagi hátterük arra, hogy a nagyobb játékosokat finanszírozzák. Ez a megállapítás a tolnaiakra is igaz, az NB2-es feltételek újbóli megteremtése több szempontból is nem kis feladat lenne újra. Tavaly is már cél volt az, hogyha megnyerjük, feljussunk. Sajnos a koronavírus közbejött, és így nem tudtuk végigjátszani a bajnokságot. Így gondolom lett volna esélyünk, így harmadik helyen zártunk így a lezárás után. Befejeződtek a harcok. Most ott állunk most is a második-harmadik helyen, úgyhogy idén is az a cél.
hogy megnyerjük, és akkor fölmenjünk, hogyha lehetőség van rá. Egy lépést már tettek e felé a tolnai férfi futzálosok. 2-0-ás félidő után még 2 gólt berámolva a mögöttük levő pénzügyőrnek 4-0-al stabilizálták a helyüket a dobogó 3. fokán a Budapest nagy regionális futzálbajnokságban.